Sziasztok! A mai alkalommal az egyik legfontosabb áramköri elemmel, az ellenállással fogunk megismerkedni. Az áramköreinkben mindenütt és mindenhol jelen van. Feladata, hogy megfelelő mértékű elektromos ellenállást biztosítson egy áramkör adott részén, vagyis meghatározott mértékű áramkorlátozó képességgel kell rendelkeznie. Az ellenállás, mint áramköri elem áll hordozóból, az ellenállást képező rosszul vezető anyagból, kivezetőkből és végül a védőbevonatból. A hordozó általában valamilyen szigetelő anyag, például műanyag vagy kerámia. A vezető anyag a gyártáskor a hordozóra kerül. A vezető anyag az áramot rosszul, de ismert módon vezető szén vagy fémréteg. A két darab kivezetés jó államvezető tulajdonságú anyagból készül. A védőbevonat feladata, a vezető rész külső behatások elleni védelme, mechanikai hatások és főleg az oxidáció megakadályozása. Az ellenállások eltérő gyártási technológiával készülnek, és többféle kialakításban kerülnek forgalomba. Nagyon sok színű a választék, ezért célszerű a legfontosabb ismereteket összefoglalnunk. A gyakorlatban előforduló ellenállásokat kialakításuktól függően három fő csoporta osztjuk, így beszélhetünk réteg, tömör vagy húzal ellenállásról. A réteg ellenállás... Olyan ellenállás, amelynek az áramvezető része a hordozóra felvitt réteganyag. A ellenállás vezető anyaga régebben kizárólag szén vagy korom volt. Ma általánosan a fém. Ennek megfelelően szén, illetve fémréteg ellenállása neve. Az ellenállás értékét a szigetelő, hordozóra rágőzölt fém fajlagos ellenállásával, a réteg vastagságával és az úgynevezett spirál köszörüléssel állítják be pontosan. A tömör ellenállás esetében a hordozóba kevert vezetőanyag a teljes keresztmetszetével részt vesz az áramvezetésben. Ezzel szemben a húzal ellenállás pedig olyan ellenállás, amelynek az áramvezető része a hordozóra tekercselt ellenállás húzal. Részletesebben, most csak a tömő ellenállás felépítésével foglalkozunk. A tömőellenállás ellenállás olyan ellenállás, melynek teste az ellenállás anyagából készül tömör melybe kivezető húzalokat ágyaznak. Vezető anyagként szenet, grafitot, kormot, illetve különféle fémoxidok és kötőanyag keverékét használják. Legtöbbet alkalmazott tömör ellenállás a szén ellenállás, melynek anyaga vegyi úton nyert szén. Az ellenállás vezetőképességét képességét a vezetőanyag esetünkben a szén és a kötőanyag megfelelő arányú keveréke állítja be. A vezetőképesség növekszik, ha a kötőanyaghoz több szenet adagolunk, és csökken, ha kevesebbet. A tömör ellenállás nagy zajtényezője miatt csak a zajt nem okozó áramkörökben használhatóak fel. Mivel nehezen állítható be pontosan a tömör ellenállás névleges értéke, ezért ma már egyre inkább háttérbe szorul. Léteznek még úgynevezett SMD, azaz felületre szedelt ö, eszközök, ellenállások is, melyek mindössze 1, 2 vagy 3 mm nagyságúak, és kivezető lábak helyett fénykontakt réteggel kapcsolódnak, a vezetősávhoz. Az ellenállások értékét a fajlagos ellenállás segítségével állítják be. Az anyagok fajlagos ellenállásának nevezzük az 1 méter hosszúságú és 1 négyzetméter keresztmetszetű szobahőmérsékletű tömör, szennyezésmentes anyagon mért elektromos ellenállást. A fajlagos ellenállás az anyagra jellemző érték, és a dián látható összefüggéssel számíthatjuk. Láthatjuk, hogy az ellenállás értéke függ a vezető hosszától, a vezető keresztmetszetétől, és az anyagra jellemző fajlagos ellenállás Értékétől. E paraméterek ismeretében be tudjuk állítani a szükséges ellenállás értéket. Természetesen mi is tudunk könnyedén ellenállást készíteni. Ehhez nincsen más a szükségünk, mint egy két b s puha graficeruzára, valamint egy kockás füzetre. A kockás füzet tetszőleges oldalán legalább egy 2x20-as négyzet hálót, színezzünk be a graficeuzával. A papír nem vezeti az elektromos áramot, de ha többször egymást fedik a grafitrétegek, akkor egy adott ellenállást hozunk létre. Most, hogy elkészültünk az ellenállásunkkal, vegyük elő a multimétert. Kapcsoljuk ellenállásmérése, ha lehetséges, legyen a mérési tartomány automatikus. Ha nem, akkor fölülről haladjunk lefele. Az érzékelő csúcsokat helyezzük az ellenállás két legtávolabbi pontjára. Olvassuk le az értéket, majd kezdjük el az érzékelőket egymáshoz közelíteni. Ahogyan közelítjük őket egymáshoz, azt tapasztaljuk, hogy egyre kisebb ellenállási értékeket mérünk. Ezáltal könnyen belátható, hogy az ellenállás hogyan függ az ellenállás geometriai méreteitől, a fajlagos értékén túl. A papír, amint látható, nem vezeti az elektromos áramot. Most az ellenállás két legtávolabbi pontjára illesszük a mérőcsúcsokat. Ekkor kapjuk a legnagyobb ellenállásértéket. Ha most a távolságot a felére vesszük, akkor körülbelül az előző érték felét kell, hogy mérjük a multiméterrel. Ha még közelebb helyezzük a mérőcsúcsokat, akkor még kisebb ellenállásértéket fogunk mérni a mérőeszközünkkel. Azt hiszem, hogy ennyi bőven elegendő az ellenállás megértéséhez. Az ellenálláson a sarkaira kapcsolt feszültség hatására áram indul meg. Az egyenáramú ellenállás azért keletkezik, mert a töltéshordozó részecskék ütköznek az adott anyag atomjaival. Az áramot vezető ellenállásban a bevitt energia teljes mértékben hővé alakul. Az ellenállás addig melegszik, ameddig a környezetének sugárzással vagy hővezetéssel leadott hőmennyiség meg nem egyezik a felvett villamos teljesítményből keletkező hőmennyiséggel. Erről a jelenségről nézzünk meg egy rövid videót. Ahhoz, hogy az ellenállás a megfelelő hőmennyiséget le tudja sugározni, kellő nagyságú sugázó felülete van szüksége. Ha a sugázó felület túl kicsi, az ellenállás túlhevül és elég, ezért a gyártó minden ellenállása megadja a terhelhetőséget, azaz azt a teljesítményt, amelyet az ellenállás károsodás nélkül el tud diszipálni, hővé tud alakítani. A névleges teljesítmény tehát azt az elektromos teljesítményt adja meg, amely mellett az ellenállás nem melegszik bizonyos fokon túl. Az erősebb melegedés az ellenállás élettartalmának rohamos csökkenéséhez vezet, ezt láttuk a videóban is. Ilyen ma szokásos teljesítményértékek, például az 1 16-od, 1 8 1 4 1 2 vagy éppen az 1 2 wattos ellenállások. Évtizedekig az 1 negyed wattos névleges teljesítményű ellenállások voltak a legelterjedtebbek. Manapság inkább már az 1/8 wattos és ennél kisebb névleges teljesítményű ellenállásokat alkalmazzák a méretek csökkentése véget. Az ellenállás névleges értéke az az érték, amely 20 Celsius fokon hőmérsékleten mérhető. Ezt omban adják meg, amelyet rányomtatnak, vagy színgyűrükkel kódolva tüntetik fel az ellenálláson. A valóságban sajnos pontosan névleges értékű ellenállást nem lehet készíteni, ettől az értéktől az ellenállás tényleges értéke eltérhet. Az eltérés engedélyezett nagyságát a tűrés határozza meg. Mint minden sorozat a terméknél, az ellenállásnál is kisebb-nagyobb eltérések jelentkezhetnek a paraméterekben a gyártás közben. Az ellenállások tűrése a névleges ellenállás érték körüli várható szórás nagyságáról ad tájékoztatást, értékét pedig százalékban szokás megadni. Az ellenállás értéke a teljes élettartama alatt a megadott tűrésmezőn belül kell, hogy maradjon az ellenállás értéket és a tűrést általában színkódokkal tüntetik fel az ellenállásokon. Feliratozást ritkán alkalmaznak. Ellenállásoknál az első gyűrű az alkatész egyik végéhez közelebb van, a gyakorlatban négy és öt gyűrűs jelölés létezik. Négy gyűrűs jelölés esetében az első három gyűrű az értéket, a negyedik a tűzést jelöli. Öt gyűrűs rendszerben a precíziós ellenállásoknál alkalmazzák ezt, négy gyűrű adja meg az értéket, és az ötödik gyűrű a tűrést. Mint a képen látható, minden gyűrűnek van egy adott színértéke. Nézzük meg, hogy melyik szín milyen értéket jelent. A fekete a nulla, a barna az egy, a vörös a kettő, a narancsárga a három, a sárga a négy, a zöld az öt, a kék a hat, a lila a hét, a szürke a nyolc, és végül a fehér a kilences. Az elmélet után vegyünk egy gyakorlati példát. A képen látható ellenállás értékét szeretnénk a színkódok alapján meghatározni. Az első gyűrű vörös színű, kettes értéket képvisel. A második gyűrű fekete, nullás értéket képvisel. A harmadik gyűrű zöld, ötös az értéke, azaz a szózó tíz az ötödiken. A negyedik gyűrű a tűzésről ad felvilágosítást, szürke színű, ezért 10%-os a pontossága az ellenállásnak. Az adatok alapján a következő információhoz tudunk jutni. 20 szorozva 100 ezerrel megkapjuk omban az ellenállás értékét, ez 2 millió om. Az SMD technológia még kisebb méretű alkatészekkel dolgozik, melyeknél az ellenállások jelölésére a színes karikák alkalmatlanok. Ezekre a miniatű alkatészekre a névleges értéke utaló három számjegyet írnak fel, melynek a színsávos jelölés logikája szerint a névleges érték első két számjegyét és a szorzót 10 hatványát mutatják. Ha négy számjegyes feliratot látunk, akkor a logika hasonló a három jegyű jelöléshez, csak itt az első három számjegy jelzi az értéket, és a negyedik számjegy a nullák számát. A színkódos jelölés nagyon praktikusnak tűnik, de higgyük el, hogy bizonyos esetekben ez nem is annyira egyszerű. Ezért jó, ha van nálunk egy multiméter, amellyel lemérhető az ellenállás értéke. Léteznek még online kalkulátorok is, ahol a megfelelő sorrendben meg kell adni a színeket, és megkapjuk az ellenállás értékét is. A mai leckében megismerkedtünk az elektromos ellenállással, mint áramköri elemmel. Csak a legfontosabb ismereteket vettük át, de már ebből is jól látható, hogy az ellenállás az elektronika világában csöppet sem haszontalan. Nem esett arról szó, hogy milyen fajtái, mint például termisztor, potenciométer, Fotoellenállás és a többi vannak az ellenállásnak, ezekről majd kicsit később bővebben fogunk foglalkozni. Most megköszönöm figyelmeteket, azt, hogy ma is velem voltatok, és ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!